Bernáthy Sándor a hazai alternatív zenei és képzőművészeti szkéna meghatározó alakja volt. Képzőművészként a 70-es-80-as években volt igazán aktív, amikor úgynevezett szocialista, irrealista festményeket készített sajátos hiperrealista stílusában. Ebben a korszakban született rendszerkritikus alkotásai miatt végig kísérték pályáját a kiállítás betiltások. Zenei téren is több műfajban alkotott. Fiatal korában a Titanic 54 és a legszebb nevű rock együttesekben játszott, majd áttörő sikert a 80-as évek elején ért el a Bizottság együttes alapító tagjaként. A 90-es évek elején a berlini Love Parade-on hallott technózene hatására nem sokára a hazai elektronikus tánczenei underground egyik legismertebb alakjává vált. Ekkoriban készült festményei tökéletesen passzolnak ehhez a zeneirányzathoz. A technopartikon használt UV-fények képzőművészeti alkalmazásával Bernáthy egy teljesen újszerű dimenziót nyitott meg. Többször is volt szerencsém a Bernáthy & Son párost hallani élőbe, eszméletlen bulikat csináltatok mindig is. Az édesapád hogyan készült egy ilyen fellépésre? Hát együtt készültünk, ez zenekari próba. Hát olyan, hogy nincsenek számok, hanem hangulatok, meg loopok vannak, alapok vannak, de improvizáció az egész. És az, hogy ez jól menjen, ahhoz rengeteget kell gyakorolni.